Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Békási Szabolcs, országos kollegiális szakmai vezető, házi orvos. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást, jó napot kívánok! Köszönöm, jó napot kívánok, köszönöm, hogy meghívást üdvözlöm a hallgatókat! Milyen járvány van most Magyarországon? Covid, influenza, vagy mind a kettő? Összefoglaló néven úgy jellemezném, hogy egy nagyon intenzív járvány van. Azt látjuk, hogy a légúti megbetegedéssel a házi orvoshoz forduló betegek száma az robbanásszerűen megnőtt a karácsonyi ünnepi időszakot követően. Január első Hetében több mint egy millió orvos beteg találkozásra került sor a háziorvosi alapellátás keretein belül. Ez a szám ez még a 2022 januári időszakot is meghaladó mértékű volt, tehát rendkívül intenzíva járvány a háziorvos kollégák visszajelzései alapján, illetve látjuk a betegforgalmi adatokból is mindezt. Azt színesíti a képet a tavalyi évvel való összehasonlításhoz, összehasonlításban, hogy idén nem csak COVID fertőzöttekkel, hanem influenza-fertőzöttekkel is találkoznak a háziorvos kollégák. Tehát egyidejűleg egy nagyon-nagyon intenzív influenza járvány is kíséri a COVID-fertőzötteket. A karácsonyi találkozások miatt van felfutóvákban a járvány? Bizonyára a karácsonyi találkozások, a, a gyakoribb szociális interakciók is a járvány felfutását okozzák, másrésztről pedig. A januári hónap az mindig a légúti megbetegedéseknek az időszaka, és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt évek szigorú járványügyi intézkedései miatt a szervezetünk is sokkal fogékonyabb a különböző korokozókra. Egész egyszerűen az elmúlt két-három évben nem találkoztunk annyiszor ezekkel a korokozókkal, hogy a természetes immunitás ki tudott volna alakulni, és sokkal fogékonyabbak leszünk mind az influenza fertőzésre, mind egyéb légúti megbetegedésekre. Ennek eklatáns példája az az RSV vírus fertőzés, ami pár hónappal ezelőtt szintén elég intenzíven zajlott Magyarországon. Korábban ez jellemzően gyermekek körében fordult elő, most viszont azt tapasztaltuk, hogy a felnőtteket is nagy arányban megbetegítette. Covid fertőzésekre is érzékenyebbek vagyunk, azok ellen elvileg van oltásunk, több is. A COVID-fertőzés az egy külön megítélést ítél. Igényel valóban a Covid ellen védettek vagyunk, ugyanakkor ha a nemzetközi híreket figyeljük, akkor azt látjuk, hogy egy újabb alvariáns ütötte fel a, a fejét, az Omikron vírusvariánsnak egy új alvariánsa, az XBB1.5-re nevezett alvariáns, amivel kapcsolatban tapasztalataink sajnos még nincsenek. A gyakorló orvosok is figyelik most az epidemiológus és járványügyi szakembereknek a munkáját, és még mi is keressük azokra a kérdésekre a válaszokat, hogy vajon a rendelkezésre álló oltások megfelelően védenek-e ezzel az új alvariáns ellen. Hol tart most az új alvariáns hozzánk képest? Messze van tőlünk, vagy nem lehet ilyet állítani, mert utazunk? Sajnos ebben a globális világban ilyet nem lehet állítani eklatáns példája volt a COVID-pandémia, a vírusok gyors terjedésének. Tudjuk azt, hogy decemberben érkeztek 2021 decemberében az első hírek arról, hogy Kínában valamilyen új vírus ütötte fel a fejét, és rá pár hónapra tapasztaltuk már itt Európában is, Olaszországban, hogy milyen pusztítást végzett, úgyhogy ebben a globális felgyorsult világban én úgy gondolom, hogy, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egy-egy vírus távol van tőlünk, hiszen állandó mozgás vagyunk, és egy-egy új törzsnek a, a behurcolása az tulajdonképpen egyik pillanatról a másikra megtörténik sajnos. Jelenleg azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban az új megbetegedéseknek már több mint 40%-át ez az új alvariáns okozza, és Európában is már számos tagállamban kimutatták a jelenlétét, sőt Európában is már számos tagállamban egy meghatározó vírus alvariánsá nőtte ez ki magát. Nagyon fontos tulajdonsága még ennek az alvari hogy rendkívül gyors terjedést mutat, még az omikron variánsnál is ötször gyorsabban terjed, pedig 2022 tavaszán már az omikron variánsra is azt mondtuk, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan terjedő variáns, ez még annál az alvariánsnál is ötször gyorsabb terjedést mutat. Omikronról megtapasztaltuk, hogy villámgyorsan terjed, de nem okoz olyan rettentő súlyos megbetegedést. Most bízhatunk abban, hogy talán ez az új variáns, ha még gyorsabban terjed, akkor még kevésbé súlyos megbetegedést fog okozni, vagy ez teljesen laikus várakozás? Bíznunk kell ebben, nem laikus várakozás. Mi is ebben bízunk, hiszen ez ez nyugtat meg mindenkit, és ez terheli meg legkevésbé az egészségügyi ellátórendszert is. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban sajnos még nem áll rendelkezésünkre megfelelő információ. Tudjuk azt, hogy a WHO szakemberei már Kínában vizsgálják ezt a, az alvariást, illetve az Egyesült Államokból a az Egyesült Államok Betegségmegelőzési Központjából is egyre több adat érkezik, és természetesen árgus szemekkel gyakorló szakemberként mi is azt figyeljük, hogy ez az alvariáns vajon milyen lefolyású megbetegedést fog okozni. A kezdeti tapasztalatok jelenleg ezzel kapcsolatban, illetve a jelenleg zajló covid járványjal kapcsolatban az, hogy ezért a tünetek egy picit markánsabbak, sajnos több kórházi kezelésről is értesültünk már, ugyanakkor bízunk benne, hogy ezek egy-egy kiragadott esetet jelentenek még, és nem kell, nem kell egy súlyosabb lefolyást okozó halvariánssal mm. számolnunk a következő hetekben. Ez, hogy a tünetek markánsabbak és kórházi kezeléshez vezethetnek, sok esetben ez azt jelenti, hogy tüdőgyulladás szokott a vége lenni? A fertőzésnek. Sajnos volt rá példa az elmúlt hetekben, hogy Covid tüdőgyulladásban veszítettünk el betegeket, tehát továbbra is nagyon komolyan kell venni a Covid fertőzést, de természetesen ez az influenza fertőzés kapcsán is előállhat, tehát az influenza fertőzésről sem szabad megfeledkezni, mint egy potenciálisan súlyos, halálos megbetegedést okozó vírus. Ez ellen is védekezni kell. Nagyságrendjeit illetően sokkal alacsonyabb a a halálozási aránya az influenzának, de az idős legyengült szervezet esetében potenciálisan egy influenza fertőzés is fatális kimenetelt okozhat. De az influenza fertőzés meg a COVID fertőzés hatása egy átlagos emberi szervezetben az végzetesen össze tud adódni, vagy ahhoz egy legyengült szervezet kell? Általában ez egy legyengült szervezet kell, de pont a COVID kapcsán láttunk azért kivételeket, amikor jó, jó állapotban lévő meg. sportolók megfelelő immunrendszerrel is nehezen vészelték át a megbetegedést, avagy adott esetben fatális kimenetelű megbetegedésben szenvedtek. Ezzel kapcsolatban az új halvariáns esetében nincsen még megfelelő információnk. Mi csak azt tudjuk nem elégszer hangsúlyozni, hogy a 60 év felettiek és bármilyen krónikus megbetegedésben szenvedő betegeink azok mindenféleképpen fokozottan védekezzenek. Egyrészt a védőoltások felvételével beleértjük ebbe természetesen az influenzani védőoltást is, másrésztről pedig amennyiben bármilyen légúti tünetet tapasztalnak magukon, akkor próbálják a járványügyi szabályokat tartani, illetve jellemzően ne tartózkodjanak maszkviselés nélkül zárt zsúfolt terekben. Mi számít bármilyen légúti tünetnek? Nem látok magam körül olyan embert önt talán leszámítva, aki ne köhétselne, vagy ne viselne maszkot, vagy ne folyna az orra. Ezek már olyan légúti tüneteknek számítanak, amikor érdemes védekezni, megvédeni a környezetünket. Mindenképpen és ez Covid és influenza járványtól független módon szükségszerű lenne, hiszen a járványok kialakulását tulajdonképpen így előzhetjük meg, és így védhetjük saját embertársainknak az egészségét is. Tehát. Bármilyen légúti tünet esetén én úgy gondolom, hogy a járványügyi szabályok alapvető tartása az mindenképpen fontos COVID, illetve influenza pandémiától független módon is. Mi most a célszerű sorrend az influenzaoltás vagy a COVID-oltás felvétele? Egy, előbb egyik, aztán a másik, vagy egyszerre mind a kettő? Tekintettel arra, hogy az új covid alvariánsokkal kapcsolatban még számos bizonytalanság van, a védőoltások hatékonyságát illetően is, ezért jó magam most azt javaslom, hogy aki még influenzán nem oltatta be magát, az mi hamarabb tegye ezt meg. A szakmai ajánlások alapján akár egy időben beadásra kerülhet az influenza és a COVID elleni védőoltás is. Mi azonban ezt nem szoktuk javasolni, és legalább egy két hét szünetet javaslunk tartani a két oltás felvétele között, hiszen ha egy-egy oltóanyagtól bármilyen oltási reakció vagy szövődmény alakul ki, akkor könnyebben el tudja differenciálni az orvos is, hogy éppen melyik oltóanyag okozta ezt. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg a helyes sorrend az, hogy az influenza védőoltást vegyük föl, és aki már túl rég részesült az első oltásainak az egyikében, azok számára pedig az ismétlő COVID-oltás felvétele is indokolt lehet. Mi számít túl régnek? És De... hogy, hogy tovább bonyolítsam a kérdést, a COVID-fertőzésen való átesed, átesés az egy olyan időpont, amihez képest kell számolni a túl réget? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez mindig egy a beteg adott állapotától függő döntést igénylő kérdéskör, hiszen ezt az időintervallumot természetesen befolyásolja az is, hogy átesette az adott egyén a megbetegedésen, volt-e korábban védőoltása, és végül, de nem utolsó sorban talán a legfontosabb, hogy milyen krónikus megbetegedésekkel rendelkezik. Tehát, hogyha valaki multimorbid állapotú, többféle krónikus megbetegedésben szenved, adott esetben cukorbeteg, de még szívérendszeri megbetegedésben, is sújtja, akár négy kötőjel hat hónap elteltével is indokolt lehet számára egy újabb COVID elleni a felvétele. Minden esetben egy egyéni döntést igénylő kérdés, és minden esetben az oltóorvos és a beteg közti interakciónak a kérdését hm. képezi. Érdemes valamilyen módon visszamenőleg kutatni, hogy az ember átesett COVID-fertőzésen, mert nem feltétlenül érzi azt mindenki, hogy az a néhány napos állapot, amin átesett, az egy COVID-fertőzés volt. Én úgy gondolom, hogy ennek igazából nagy jelentősége már nincs. Még a COVID-pandémia elején jártunk és ismerkedtünk ennek az egész pandémiának a természetével, a vírus terjedésének a módjával, orvos szakmai berkeken belül is megosztó volt az a tézis, hogy a természetes immunitás vagy a hogy a védőoltás nyújta -e hatékonyabb védettséget, akkor még ez a, ez a kérdés foglalkoztatta mind a laikusokat, mind a gyakorló szakembereket. Én úgy gondolom, hogy a járványnak ezen időszakában ennek nincs nagy jelentősége. Egyrésztről e, figyelnünk kell az immunrendszerünk épségére, másrésztről meg a rendelkezésre álló védőoltásokat fel kell használnunk. Ja, sajtóhírek szerint már kérhető az úgynevezett ötödik oltás. Az ötödik oltás, az különbözik az eddigi oltások képességeitől? nem különbözik. Egyeztettem erről a kérdésről a Nemzeti Népegészségi Központ illetékes szakembereivel. Valóban az oltóorvos döntése értelmében akár már a ötödik oltás is felvehető. Itt is ki szeretném emelni azt, hogy leginkább azok számára szükséges egy ötödik oltás felvétele, akiknek az immunrendszere rendkívül gyenge, tehát valamilyen immunbetegségben szenvednek, vagy daganatos megbetegedésben, ami ugye az immunrendszerüket gyengíti, illetve egyéb krónikus megbetegedésben cukor betegségben, szívérrendszeri vagy neurológiai megbetegedésben. Ki számít oltóorvosnak? Aki annak idején mondjuk a Honvédségi Központban a kampány idején oltott, vagy az, aki az utolsót beadta, aki tipikusan már a házi orvos volt? jellemzően mindenki oltóorvosnak orvosnak számít, aki kompetens és van hatásköre a védőoltásoknak a beadására, ugyanakkor a jelenlegi gyakorlat szerint a védőoltások nagy részének beadása a házi orvosi praxisokban történik, így a házi orvosnál ez kérhető adott esetben az influenza oltással egyetemben. A házi orvos tudja legjobban megmondani, hogy az adott embernek olyan állapota van-e, amelyik alapján javasolt neki egy következő oltás, legyen az a negyedik, vagy az ötödik, vagy a harmadik, nem tudom ki, hogy áll ezzel az országban. Ezt egyértelműen meg tudom erősíteni, és ennek úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van. A házi orvos ismeri leginkább a betegét, a házi orvos ismeri leginkább a betegének a kórelőzményét, hogy milyen egyéb megbetegedései vannak, milyen gyógyszereket szed, és esetleg milyen korábbi oltási szövődmények léptek fel nála. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a kérdés legjobb helyen a házi orvosoknál érdemes most arra várni, hogyha már a WHO szakemberei kín vannak Kínában és nyilván szeparálják az adott kórokozót, akkor hamar lesz erre való védőoltás is, jó esetben hamarabb, mint ahogy maga a fertőzés ideér, vagy ez kockázatos meg, megoldás volna? Nem szeretnék elő, ennyire előre menni az események elébe, ugyanis ennek az új alvariánsnak a természetét még nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi rendelkezésre álló vakcinák mennyire hatékonyan védenek ellene. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy, hogy várjuk meg a, a nemzetközi híreket, várjuk meg az epidemiológus és járványügyi szakembereknek a, a, a publikációit, és ezt követően vonjuk le ebből a megfelelő szakmai következtetéseket. Természetesen, ha ez megtörténik, akkor az orvos kollégáim erről a betegeket is tájékoztatni fogják. Háziorvosi ellátórendszer bírja a megnövekedett eset számot? A házi orvosi ellátórendszer számára ez most rendkívül nagy kihívást jelent. Mint ahogy korábban is említettem, január első hetében több mint egy millió orvosbeteg találkozásra került sor a házi orvosi praxisokban. Ez egy rendkívül nagy szám, még a 2022-es időszakot is meghaladó mértékű, amikor ugye is az Omikron variáns robbanásszerű terjedését tapasztaltuk, azt gondoltuk, hogy ezt már nem lehet fokozni. 2023 évelején én ezt tapasztaltuk, hogy, jó, hogy a betegszám az elképesztő. Valószínűleg ennek hátterében az is áll, hogy egy egy influenza járvány is zajlik éppen. Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő praxisok adatai is ezt egyébként megerősítik, hiszen az úgynevezett légúti figyelőszolgálat keretén belül működő Sentinel praxisokból begyűjtött minták nagyjából 50%-ában a COVID és az influenza vírus is jelen van. Az influenza vírus az, ami ellen egyébként van védőoltásunk, ez azért kérdezem, mert minden évben a védőoltást azt egy korábbi járvány influenza adataiból szerkeztik meg, hát nem, nem lehet másból. Tehát a magyarán az influenza védőoltás az jól véde mostani járvány ellen? Az influenza elleni védőoltás az nagyon jól védene, Sajnos feltételes módban kell ezt mondanom, hiszen az influenzin védőoltások kapcsán a magyar lakosság tudatossága az meglehetősen szerény már évtizedek óta. Azt kell tudni ezzel kapcsolatban, hogy évről évre nagyjából egy 1 milliós nagyságrendben áll rendelkezésre influenza-védőoltás Magyarországon, és ennek az 1 millió védőoltásnak nagyjából a 70-80%-a kerül felhasználásra. Tehát egyrésztről, hogyha a 100%-os lenne a felhasználás, még az sem lenne ahhoz elegendő, hogy egy nagyobb influenza-járványnak az elejét vegyük, hiszen a teljes populációra vetítve ez egy szerény, szerény szám. Ugyanakkor szeretném itt is kiemelni, hogy azok a 60 év feletti betegek, illetve a krónikus megbetegedésben szenvedők, akik még eddig nem oltatták be munkat, még mindig nem késő, hiszen a házi orvosoknál ezek a védőoltások továbbra is rendelkezésre állnak, és még a most beadott védőoltás is egy pár héttel későbbi influenza, ellen, influenza fertőzés ellen hatékonyan véd. korábbi a covid járvány korábbi szakaszaiban megtanultuk, hogy nem nagyon érdemes a házi orvosnak telefonálni, mert egyszerűen képtelen fölvenni a telefont, mert nincs rá ideje. Most az összeadódó COVID- meg influenza járvány időszakában van valami használati útmutató a házi orvosokkal való együttműködésre? A telefonos elérhetőség az valóban nehézkes, és most megint azt tapasztaljuk, a korábbi csendesebb időszakot követően, hogy a telefonos megkeresés is rendkívül mértékben megnőtt. A telefonos megkeresése kapcsolatban a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nehezen listázható, nehezen visszakereshető az orvos, hogyha főleg, hogyha egy vezetékes telefonszámon történik a megkeresés, egész egyszerűen nem tudja visszaívni a betegét. Mi továbbra is azt tanácsoljuk, hogy a különböző egyéb online kommunikációs platformokat használják a betegek. Jellemzően minden házi orvosi praxis biztosította betegei számára e-mailes elérhetőséget. Én azt javaslom, hogy ebben jól struktúrált mondan az elérhetőségi adatok megadásával jelezzék a panaszaikat, és a házi vagy időpontra fogja tudni szervezni a betegét, vagy a megadott elérhetőséget egyikén vissza fogja hívni. Mi házi van ilyen online időpont foglaló rendszere, és a telefonra ugyan ő se tud válaszolni, de az e-mailre nagyjából két órán belül valahogy mégis tud válaszolni. Egy ilyen egységes informatikai rendszer az lesz a házi hogy mindenki ezt a jó gyakorlatot láthassa? Az egységes informatikai rendszer kialakításával kapcsolatban természetesen a belügyminisztériummal aktívan zajlanak a az egyesztetetések, hiszen a úgynevezett telemedicinális szolgáltatás, amiről most beszélünk tulajdonképpen, ez egy telemedicinális szolgáltatás. Néződik? Ennek kell egy egységes szabályrendszert alkotni, egységes informatikai csatornákat kell biztosítani a, a házi orvosoknak, és természetesen az egységes informatikai csatornákon túl egy egységes eljárásrendet is kell biztosítanunk, azaz meg kell határozni azokat a kautélákat, amik mentén ezeket a szolgáltatásokat a házi orvosok nyújtják Gondolok itt a arra, hogy egy-egy megkeresés a mennyi időn belül kell válaszolni, mely kommunikációs csatornákat lehet az orvos beteg találkozások lebonyolítására használni, és milyen e, időpontban kell ezeket biztosítani a betegek számára. Ez nem csak a beteg biztonság és a beteg szempontjából meghatározó jelentőségű, hanem a házi orvosi praxisok minőségbiztosítása biztosítása szempontjából egyaránt. Tudják most a gyakorlatban ketté választani a fertőzés gyanús betegeket, meg a nem fertőzés gyanús betegeket. Van, aki úgy csinálja, hogy a rendelés első két órájában fogadja azokat, akik azt gondolják, hogy covidosak vagy influenzás vagy oltani mennek, a maradék időben meg nem. De nagyon nehéz, mert a váróhelyek azok általában egy helységből állnak, mert nincsen kettő. Valóban, ez jelenti tulajdonképpen az egyik legnagyobb kihívást, ez nagyon nehéz, de törekszünk rá de innen is kérem tisztelettel a betegek együttműködését is azzal kapcsolatban, hogy lehetőség szerint, hogyha légúti tüneteket tapasztalnak magukon, akkor továbbra is próbáljanak meg előzetesen telefonon bejelentkezni időpontra, hiszen ezáltal nem csak az egészségügyi személyzetet, hanem a váróban ülő krónikus megbetegedésben szenvedő betegtársaikat is védik. Van arról információja, hogy az egészségügyi személyzet, orvosok, asszisztensek mennyire védettek? Tehát nekik elvileg kell, hogy legyen influenza elleni oltásuk, mert COVID elleni oltásuk is. Mert ha nincs és kiesnek, akkor bejut a baj. Te megengedi, a személyes tapasztalatomról tudok csak beszámolni. Ugye mi is maszkot viseltünk egészségügyi személyzetként, egészségügyi szakemberként, rajtunk is éveken keresztül ott volt a a maszk, és családorvos kollégák egyöntetű visszajelzése alapján is mondom azt, hogy sajnos a mi immunrendszerünket is ennek következtében kikerülik ezek a vírustörzsek, és az utóbbi időszakban sokkal gyakrabban betegszenek meg a házi orvos kollégák is. Ezek jellemzően enyhe légúti megbetegedések, de de az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, amikor ők is a házi orvosa mindennapi munkája során nagyon-nagyon sok vírussal, nagyon-nagyon sok baktériummal találkozott, és egyfajta természetes immunitása alakult ki ezek ellen a beteg megbetegedések ellen. Ezek ellenére most azt tapasztaljuk, hogy a maszkviselés miatt lekerült rólunk is, a betegeinkről és a maszk, sajnos mi is gyakrabban, Megbetegszünk. Mi a megoldás időben? ilyenkor? Viseljünk mostantól kezdve életünk végéig maszkot, vagy, vagy essünk át a betegségeken, de hát lehet, hogy a betegségek egy részébe belehalunk, akkor ez nem volt jó taktika. Akkor mi a jó taktika? Én most? nem gondolom, hogy életünk végéig maszkot kellene viselnünk, viszont az alapvető járványügyi szabályokra az elkövetkező években sokkal jobban kell figyelnünk beleértve az egyszerű készhigiénét, és beleértve azt, hogy hogyha légúti tüneteket tapasztalunk magunkon, akkor óvjuk a környezetünket, vagy azáltal, hogy mi magunk maszkot viselünk, vagy azáltal, hogy nem megyünk olyan közösségi terekbe, zárt közösségi terekben, ahol könnyen megfertőzhetünk másokat is. Mi tök egyszerű egyébként, hát magunkat tudjuk legjobban szabályozni. Ha mi magunkon érzünk valamit, akkor vegyünk fel egy maszkot. Mert másokat úgyse tudunk erre kényszeríteni sehol, se a munkahelyen, se a buszon, se a váróban, sehol. Akkor ez a megoldás? Így van, én úgy gondolom, hogy nem is kell másokat feltétlenül erre kényszeríteni. Tehát nyilván nem élhetjük le úgy az életünket, hogy folyamatosan Zártereken maszkot hordunk, viszont amikor járványos időszak van, akkor ennek a viseléssel bizonyos, bizonyos terekben, bizonyos élethelyzetben, bizonyos tünetek fennállása esetén indokolt lehet. Immunrendszer erősítésére vannak-e orvosilag bevált, igazolt módszerek? Mert a laikusok azok számtalan dolgot tudnak mondani, a különböző cseppektől kezdve a vitamin, meg lévő, meg mindenféle kúrákon át. Mit mondanak az orvosok, mivel lehet immunrendszert erősíteni? Természetesen vannak, és, és ez egy nagyon fontos szempont a megfelelő védekezés szempontjából. A vitaminoknak azért van jelentősége, csak itt is a megfelelő mennyiségű és minőségű vitamin megválasztására hívnám fel a figyelmet, hiszen azt is látjuk a mindennapi gyakorlatban, hogy nagyon sokszor túlzásba esznek a, a betegeink, és túlzott mennyiségben visznak be vitamint a szervezetükbe, ez teljesen felesleges. Az immunrendszer erősítése szempontjából a napi 1000, maximum 2000 mg C-vitamin bevételére gondolok, illetve illetve most már tudjuk, hogy a D-vitaminnak is, ami már egy hormonális anyagnak is számít, tehát nem feltétlenül vitaminként apostrofálhatjuk. A D-vitaminnak is nagyon nagy jelentőség van az immunrendszer erősítése szempontjából. Hogy ebben az őszi-téli időszakban napi 2-3 ezer nemzetközi egység D-vitamin bevétele is rendkívül indokolt lehet. Ezen túl pedig természetesen a kiegyensúlyozott táplálkozás és folyadékbevitel jelentőségére hívnám fel a figyelmet napi három liter folyadékot még a téli hónapokban is indokolt lehet bevinni a szervezetbe, illetve természetesen a megfelelő mennyiségű testmozgás végzése most már tudományosan alapozott módon erősíti az immunrendszert. Ez legalább heti 3 30 perc könnyű testmozgást jelentsen. Az öltözködés nem mindegy. Most éppen kint az eső, de meleg van, ezért mindenki olyan kabátot vesz fel, meg olyan cipőt, ami át fog ázni, aztán egész nap abban van. Elsősorban a gyerekeknél nagyon fontos kérdés, főleg úgy, hogy az iskolák hőmérséklete nem a megszokott most, és nem mindenki ül a terem meleg végében, van, aki ablak mellett ül. Van-e valamilyen tanács arra, hogy vigyünk-e magunkkal váltóruhát például? Szülők rendszeresen kérdezik, egész nap ott fog ülni a gyerek a vizes cipőbe, meg a vizes gatyájába. Nem szeretnék semmiképpen közhelyszerű dolgokat mondani, de a réteges öltözkedésnek tényleg nagyon nagy jelentősége van, és többek között ezért. Hiszen ha rétegesen öltözködünk, akkor a körlevegő hőmérsékletéhez tudjuk megválasztani a ruházatunknak a vastagságát is. Az az, hogyha túl melegünk van, akkor le tudunk venni egy-egy ruhadarabot, hogyha túl hideg van, akkor pedig fel tudunk egyet venni. Természetesen ennek mindenféle közösségben is nagyon nagy jelentősége van. Én nem gondolom, hogy, hogy váltó ruhára azért mindenféleképpen szükséges, szükség lenne, de természetesen, hogyha ilyen esős borús időt élünk, akkor, akkor adott esetben ez is indokolt lehet. Mitől fázunk meg? Ez egy óriási vita mindig mindenféle internetes fórumokon, hogy a hidegtől, a nedvességtől, vagy a levegőben lévő kórokozóktól, amire fogékonyabbá tesz bennünket, ha fázunk. Ez nagyjából így összességében ezektől a tényezőktől, de semmiféleképpen sem csak attól, hogy hideg van kint, vagy hogy nem megfelelően öltözködtünk. Ezt kívül hiszen... megfázni, pedig hideg van. Így van, hiszen hiszen egy kórokozó szervezetbe jutása az mindig úgy történik, hogy tulajdonképpen az orr vagy a száj nyálkahártyán, de leginkább az orr or, e, nyálkahártyáján megtelepszik, és innen tulajdonképpen elterjed és, és kialakítja a megbetegedést és az immunrendszerünk megfelelően működik, illetve az ártjának az úgynevezett csillóször és hengerhám, hengerhám sejtje megfelelően működik, azaz kihagyja a kórokozót a, a légúti nyálkaártyáról, akkor kisebb valószínűséggel fogunk megbetegedni. És természetesen, hogy ezek a funkciók megfelelően működjenek, ehhez kell egy jó immunrendszer, kell hozzá megfelelő mennyiségű folyadékbeviszel, hiszen gondoljunk bele, hogy az ornyák, a megfelelő működéséhez, például a megfelelő hidrátsági állapot is alapvető fontosságú, ezért nem győzzük elégszer hangsúlyozni azt, de az immunrendszer megfelelő erősítésének egyik legfontosabb eleme, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot is bevigyünk a szervezetbe. Az is egy napi vita téma, hogy mikor lehet elengedni a gyereket az iskolába, ha közepesen folyik az orra, kicsit, ha nagyon folyik az óra, mert a szomszéd gyerek is itt van, és neki nagyon folyik az óra, vagy az orfolyás nem, is egy, nem is fontos dolog, mert ősszel egészen dőztől tavaszig mindenkinek folyik az orra és ez laikusokra van bízva, mert a szülő dönt otthon arról, hogy mikor megy. Mit mond az orvos? Mikor mehet? Ja, én úgy gondolom, hogy alapvetően az helyes megközelítés, hogy ez a laikusokra van bízva, hiszen ez nem feltétlenül orvosi tudást igénylő kérdés, hogy egy orvos a szülő beszámolója alapján eldöntse azt, hogy a gyerek közösségbe engedhető vagy sem. Látatlanba ráadásul. Látatlanba Természetesen orvosi tanácsad ilyenkor... Mindenképpen kell szolgálni, és ennek az orvosi tanásnak a legfontosabb eleme az kell, hogy legyen, hogyha a léguti tüneteket nem mutatja magán a gyermek, akkor engedhető közösségben. Nehéz ezt eldönteni, hogy kicsit Mi a folyik az óra, vagy nagyon folyik az óra, de minden esetre, ha valaki lázas, produktív köhögésről panaszkodik, erőteljes orvfolyásról, akkor semmiképpen ne engedjük közösségbe. A produktív köhögés az, amikor köhögés közben váladék jön ki, tehát így van, jár, így van. vagy valami így van. más. Így van, e, így van. Iskola kezdés idején, ami éppen most napjainkban van, további esetszám növekedésre kell számítani, vagy az már megtörtént karácsonykor? Ezt még nem tudjuk. Folyamatosan figyeljük mi is a légúti figyelőszolgálatnak az adatait, illetve a házi orvosi és házi gyermekorvosi praxisoknak a betegforgalmi adatait. Ez nyilvánvalóan attól is függ, hogy... Ilyen vírus törzsek fogják a megbetegedések nagy részét képezni, és az adott vírustörzsnek természetesen a természetétől is függ majd ez a, ez a kérdés, hogy mi is árgus szemekkel figyeljük a járványügyi szakembereknek a munkáját, és a adatokat próbáljuk mi is elemezni, és ennek megfelelően levonni a konzekvenciákat. Harmadik éve vagyunk benne a COVID-járványban. Egy csomó kezelés a kórházakban, meg mindenütt elmaradt milyennek látják a saját betegeiket a házi orvosok, az általános állapotuk, a COVID leterheltség miatt, az hogyan alakult? Sajnos mi is tapasztaljuk, hogy sok vizsgálat elmaradt, és most ezeket a vizsgálatokat próbáljuk az elmúlt hónapokban pótolni, és talán az az őrült betegforgalom növekedés, amiről az imént említést tettem ennek a hátterében a elmaradt krónikus megbetegedéseknek a gondozása is áll, hiszen számos beteg elmaradt vizsgálatok miatt keresi fel a házi orvosát, hiszen a házi orvostól indul minden vizsgálás, a házi orvos tartja tulajdonképpen kezében a betegnek a gondozási folyamatait. Egyértelműen látjuk azt, hogy, hogy számos gondozási folyamat elmaradt, ezeket minél hamarabb pótolni kell, hiszen 10-20-30 év múlva ennek súlyos következményei lehetnek. Nem csak magyarországi tendencia, sajnos azt tapasztaltuk, hogy ez a Covid-nak egy, egy velejárója volt a világ szinte minden országában. Covid-on és influenzán kívül más járványszerű megbetegedéssel kell most számolni. Néhány hónappal még a járvány első, második hulláma idején lehetett olvasni arról, hogy környező országokban Magyarországon rég nem tapasztalt betegségek ütik fel a fejüket. Igen, ezt mi is tapasztaltuk, említettem az RSV vírus fertőzést is, de, de említhetnénk akár a majomhimlőt, majom himlőt, illetve Romániában voltak kisebb egyéb endémiák. Én úgy gondolom, hogy ennek a háttérben mind-mind az állhat, hogy a szigorú járványügyi szabályok miatt egész egyszerűen a populációnak a természetes átfertőződése nem történt meg. Ez egy nagyon izgalmas időszak lesz, orvos szakmai szempontból is kíváncsian tölt el engem is, hogy milyen járványok ütik fel a fejüket, ezért is hangsúlyozzuk azt, hogy az alapvető járványügyi szabályokat azt lehetőség szerint tartsuk, figyeljünk oda a fokozott kész és a lehetőség szerint a, a szociális távolságtartásra. Nem csak a járványok, hanem egy új egészségügy átalakításáról szóló törvényhez is alkalmazkodni kell, ezt 2022 decemberében fogadta el az országgyűlés, egy nagyon hosszú vita után, az Orvosi Kamara ellenkezésével, a Magyar Kórházszövetség elvi támogatásával, de később velké György itt azt mondta, hogy nagyon sok résznet szabályt még ki kell dolgozni ahhoz, hogy ez jól működjön. A házi orvosi rendszernek mire kell felkészülnie, ha elindul a törvény? A törvény elindult, hiszen a, az országgyűlés azt 2022. december elején elfogadta, és december 23-án ez a magyar közlönyben meg is jelent. Azt kell tudni erről a törvényről, hogy ez egy keret törvény. És a részletekre valóban oda kell figyelni, hiszen a részletszabályokon fog múlni tulajdonképpen nagyon sok minden. Azt is tudjuk, hogy december végén egy rendeletcsomag is megjelent, ami már bizonyos részletszabályokat ugyan tartalmaz, ugyan ezek a, ugyanakkor ezek a részletszabályok, ezek felülvizsgálhatók, és számos esetben felülvizsgálandók is Természetesen a szakmai egyeztetések azok továbbra is folyamatosak a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárságával, és többek között az új típusú finanszírozási technikák bevezetésével kapcsolatban már egy bizottsági ülés is kezdeményeztük, hiszen a kollégák részéről számos szakmai észrevétel érkezett az elmúlt napokban, amiket megpróbálunk természetesen csokorba szedni, és ezeket közvetíteni az államtitkárság felé. Én úgy gondolom, hogyha ezek a ezek a módosítások a helyükre kerülnek, akkor hatékonyan szolgálhatják a betegellátást a házi alapellátásban. Mi lesz mostani ismeretei szerint az első lépés? Mert a praxisok átalakítása ez egy 2028. januári időponthoz van kötve, ami még nagyon messze van. Nyilván előtte is egy csomó minden át fog alakulni. Mi lesz az első? A praxisok átalakítását azt nem úgy kell feltétlenül elképzelni, hogy húzunk egy vonalat, és onnantól kezdve egy adott praxis már csak más szabályok más keretrendszer mentén működhet. Ez egy hosszú térinformatikai tervezés bevonását igénylő folyamat, aminek a, az igényét azt támasztja alá, hogy a tartósan betöltetlen körzetek száma az ugye évről évre fokozatosan nő, és azt is tudjuk, hogy ezen tartósan betöltetlen körzetek döntő többségében a betöltetlenség hátterében az áll, hogy az adott körzet elnéptelen, de tulajdonképpen kiültető, Ürült, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által optimálisan nem finanszírozható. Azaz nem éri ott meg egy házi orvosnak önálló praxis jogot szereznie. Ezekben a körzetekben jelenleg is zajlik házi orvosi ellátást, csak jellemzően helyettesítéssel látja el egy-egy kolléga, akinek a praxisa mellett egy tartósan betöltetlen körzet is elhelyezkedik. Ez az új szabályozás, melynek értelmében a Praxiskezelő, azaz az országos kórházi főigazgatóság átvenné az önkormányzatoktól a praxisok területének kialakításával kapcsolatos hatáskört, azt szolgálná, hogy egy-egy ilyen elnéptelendő körzetet össze lehessen vonni, és ott hosszú távon lehessen praxis joggal rendelkező háziorvos által háziorvosi szolgáltatást biztosítani. De ahhoz, hogy az elnéptelendő körzetben egy háziorvos praxist üzemeltessen, ahhoz valamilyen plusz támogatásra lesz szüksége, mert ha korábban is működött volna, akkor nem volna szükség az átalakításra. Ha a körzet megfelelően finanszírozható lesz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által, az egy optimális üzemméret mentén szerveződik. Rendezve lesznek az infrastruktúrális feltételek, és természetesen, hogyha hátrányos helyzetű településről beszélünk, ott valamilyen plusz finanszírozási ösztönző is belép a rendszerben, akkor Népszerű lehet egy-egy házi orvosnak egy ilyen területen munkát vállalnia. De hogy lehet összehasonlítani az egyes praxisokban való munkavállalás népszerűségét? Van olyan, ahol ahhoz, hogy a beteghez odaérjünk, kell egy terepjáró, és másfél órát kell a sárban küzdeni, hogy odaérjünk a beteghez. Van, ahová meg a beteg megy be, mert itt van a belvárosban. Nem nagyon lehet összehasonlítani a kettőt. Hogy lehet ezt kiegyenlíteni? Valóban ezért is tettem arra említést, hogy ezeken a területeken mindenféleképpen finanszírozási ösztönzők bevezetése szükséges. Ezzel kapcsolatban egyébként már vannak koncepciók a döntéshozók asztalán, ez már elvi támogatást is kapott, és hogyha a helyreállítási alapból az egészségügyi alapellátás fejlesztésére fordítható források azok megérkeznek, akkor, akkor tulajdonképpen többek között ennek a finanszírozási ösztönzőnek az implementálására is sor kerülhet, azaz különösen hátrányos helyzetű településeken meg lehet teremteni annak a feltételeit, hogy a háziorvosi munka vonzó legyen ezekben a körzetekben. Meddig lehet tartós egy helyreállítási alapból érkező ösztönző összeg? A helyreállítási alap az a COVID utáni gazdasági helyreállításra van címkézve, az arra való, hogy egy idő után távolodni fogunk a COVID-től, ez a pénz el fog fogyni. Akkor az adott praxisok megint kiürülnek, ha nincsen plusz pénz? Erről azt kell tudni, hogy korábban is voltak egészségügyi ellátórendszer fejlesztését szolgáló Európai Uniós projektek. Ezek az Európai Uniós projektek, ezek jellemzően módszertani projektek voltak, azaz készültek eredménytermékek, amik megvizsgálták az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi állapotát és különböző szakmai javaslatot fektettek le arra, hogy miként kellene átalakítani. A helyreállítási alapból, az egészségügyi alapellátórendszer fejlesztésére szánt projekt megvalósíthatósági tanulmánya már implementációs javaslatokat tartalmaz. Azaz az a cél, hogy ami elindul, amilyen fejlesztés és struktúra átalakítás elindul, az tulajdonképpen a rendszer szintű finanszírozás és a, a rendszer részévé is váljon egyben. Tehát gondolok itt arra, hogy egy hátrányos helyzetű településen egy finanszírozási ösztönzőt el tudunk indítani, azt el tudjuk kezdeni lemodellezni, akkor természetesen ezt úgy kell megtenni, hogy az már a rendszer szintű finanszírozás kép részét is képezze, amikor a projekt lezárul. A rendszer szintű finanszírozás az azt jelenti, hogy onnantól kezdve ennek nemzeti költségvetésből kell mennie, és stabilan benne kell lennie a költségvetésbe az adott terület finanszírozásának is. Természetesen ez ezt jelenti, ez kormányrendeleti szintű módosítást, és nyilván forrást igénylő kérdés, de, de egyértelműen az a cél, hogy ebből az implementációs projektből megszerzett tapasztalatok alapján a rendszer szintű struktúra részévé váljanak bizonyos elemek. És nem csak a hátrányos helyzetű településeknek a finanszírozása, hanem egyéb alapellátás fejlesztést érintő kérdések egyaránt. Hogyan fog alakulni az új rendszerben a házi orvosok ügyeleti szerkezete? Mettől meddig van bent úgynevezett munkaidőben a saját rendelőjében? Mikortól hányat, hol ügyel? hol dolgozhat még mellette, hol nem dolgozhat mellette. Egy csomó olyan kérdés, ami a házi orvossal napi kapcsolatban álló ügyfeleket, azaz minket, betegeket nagyon is érdekel. Ez egy nagyon fontos kérdés, és köszönöm szépen, hogy ezt felhozta. Ugye a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében az ismert, hogy 2023. január 1-től azokon a területeken, ahol a miniszter egy miniszteri közleménybe közzéteszi, hogy az országos mentőszolgálatnak az önkormányzattól át kell venni az alapellátási ügyelet biztosításának a feladatát, ott a közlemény kiadásától számított 30 napon belül az országos mentőszolgálat fog felelni az önkormányzatok helyett az ügyeleti ellátás megszervezéséért. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy valószínűleg lesz egy egységes diszpécser szám, amin a betegek elérik az ügyelti szolgáltatást. Ugyanakkor a részletek kidolgozása az még itt is várat magára, hiszen hogy ez pontosan milyen struktúrában fog megvalósulni, ez még exakt módon nem ismert, hiszen jelenleg is zajlanak még ezzel kapcsolatban is a szakmai egyeztetések. A különböző felmérések és szakmai munkák azt e, e, körvonalazták, hogy jellemzően a 4-től 10-ig tartó időszakban van a beteg forgalomnak a nagy része, tehát a rendelkezésre álló erőforrásokat is erre. 4-től 10-ig, délután 4-től 10-ig tartó. Este 10-ig. Este 10-ig tartó időszakban a, az alapellátási ügyeletet felkereső betegeknek a 90%-a megjelenik jelenleg is. Tehát a rendelkezésre álló humán és anyagi erőforrásokat ennek az időszaknak az ellátására kell összpontosítani. És az este 10-től reggel 8-ig tartó időszakban pedig jellemzően olyan feladatok vannak, amit egyéb iránt a mentőszolgált akár a mentési kapacitásainak a terhére is el tud látni. Úgyhogy az új ügyeleti struktúra de alapja az lényegében azt, azt jelenti majd, hogy a négytől tízig tartó időszaknak a, a, jó minőségben történő biztosítása a cél. Az összes többi időben akkor pedig az általános rendelések fognak folytatódni a helyén maradó házi orvossal. Itt még egy mm, tévhitet szeretnék eloszlatni, hiszen Különböző sajtóorgánumokban megjelent ezzel kapcsolatban információ, miszerint a házi orvosnak 8-tól 4-ig kell kötelező módon ebben a dedikált idősávban biztosítani a, a rendelését. Erről szó sincs, a jelenlegi jogszabályi rendelkezés az erről nem rendelkezik. Annyit tudunk, hogy a házi orvosnak továbbra is 8 óra a munkaideje, amiből legalább négy órát rendeléssel, rendelési időként kell biztosítania, és nyolc óra rendelkezésre állási ideje. De hogy ezt milyen idősávban biztosítja, az természetesen az önkormányzat és a házi orvos között kötött feladatellátási szerződés rendezi. Azaz lehet olyan háziorvosi szolgáltató, ahol késő délutáni rendeléssel fognak találkozni a betegek, de lehet olyan, ahol, ahol délelőtti. Nyilván az optimális az, hogyha a hozzáférhetőség jó, ezért ezt a kérdést ezt mindig az önkormányzat és a háziorvos között kötött feladatellátási szerződés fogja rendezni. A háziorvos munkavállalásának a helye és típusa az milyen lehet? Dolgozhat-e vállalkozó háziorvos állami ellátásban? Az új szabályozás szerint az állami az állami a vállalkozási pedig vállalkozási. Ez is egy kisebb bonyolult kérdés, hiszen a háziorvosi ellátás az, az speciális olyan szempontból, hogy a háziorvosi szolgáltatást tulajdonképpen gazdasági társaság keretein belül működő egészségügyi szolgáltatók biztosítják, melynek a saját alkalmazottjai a háziorvosok és a szakdolgozók. És ők munkavállalók és ők munkavállalók a ha saját... csak nem tulajdonosok. Saját, ha valószínűleg az esetek döntő többségében tulajdonosok is egyben. Ez a szolgáltatási struktúra egyébként itt teljesen rendjén van. De az OECD országok nagy részében is ilyen szolgáltatási struktúrában zajlik az alapellátás, mert ezen keretek között lehet szolgáltatás fejlesztésről gondoskodni a későbbiekben. Itt lehet a teljesítmény alapú finanszírozási elemeket minél hatékonyabban majd bevezetni, és itt lehet egyfajta versenyhelyzetet teremteni a járóbetegszakellátás és az alapellátás között. Az, hogy ebben a struktúrában praktizáló házi orvos dolgozhat-e az állami, ellátás egyéb szegmenseiben a szolgálati jogviszony törvény hatály alatt az már egy teljesen más kérdés. Erre megvan az elvi lehetősége. Nyilván ebben az esetben nekik a szolgálati jogviszony törvény hatály alá be kell lépniük. De arra az időre kell belépni, amíg ott dolgozik? Mert ha egyszer valaki belép a szolgálati jogviszony keretei közé, az nem egy ilyen kibelépős történet. A háziorvosi szolgálat az napi 8 óra munkavégzést jelent. Ezen felül a törvény adta keretek között, ő több lett munkát, szolgálti jogviszony törvény hatája alatt is vállalhat adott esetben. És ez fix, ez most már így is marad, az új törvény ezt megengedi. ez nincs vita Az alatt. új törvény 2024. január 1 a személyes közreműködés lehetőségét vezeti ki, ami pedig azt jelenti, hogy amúgy szolgálati jogviszony törvény hatája alá tartozó egészségi szolgáltatást vállalkozói formában nem lehet majd végezni, de a házi orvosi ellátás és a foglalkozási egészségügyi ellátás ez alól kivételt képez. A háziorvosnak orvosnak úgynevezett magárendelése lehet, vagy a házi orvos az házi orvos, és ott rendel, ahol az ő szerződése megvan az adott önkormányzattal például. Ez egy nagyon releváns kérdés, és ez szakmai körökben is tulajdonképpen évről évre napi renden van, hiszen a házi orvosok is tulajdonképpen szeretnék azt, hogy magánrendelhessenek, hiszen az egyetlen disziplína, az egészségi disziplinák közül, ahol nem lehet magánrendelést folytatni. A házi orvos jelenleg közfinanszírozott ellátást biztosít, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelővel kötött finanszírozási szerződés értelmében, a hozzá bejelentkezett biztosítottak számára, és ezen közfinanszírozott szolgáltatás nyújtása közben biztosíthat olyan egyébként a NEAK által nem finanszírozott szolgáltatásokat, mint például a gépjárművezetői vezetői alkalmasságnak a vizsgálata, ami egyfajta magánorvosi tevékenységnek nevezhető, de mégsem a klasszikus értelembe vette magánrendelői tevékenység. képpen ezt már régóta szorgalmazzuk, hogy házi orvostan szakképesítés mellett is lehessen klasszikus értelembe vett magánorvosi ellátást biztosítani. Mi lesz a házi orvosok mellett dolgozó asszisztenság bérezésével? Az új törvényben egy jelentős béremelés van a szakdolgozók számára előirányozva, és van is mellette egy összeg nyártól, ha jól emlékszem. Nem fognak azt mondani a házi orvosok mellett dolgozó asszisztensek, hogy jobb a kórházba. Reméljük, hogy ez nem így lesz. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok szakmai egyeztetés volt decemberben, mind a BM egészségügyért felelős államtitkárságával, mint pedig a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, és természetesen ezt minden egyeztetésen napirendre vettük, hogy mindenféleképpen szükségszerű hogy az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakdolgozók bérének a fedezete is biztosítva legyen, nehogy versenyhátrány alakuljon ki az alapellátásban, hiszen az alapellátás humán erőforrás problémája egészségügyi szakdolgozók tekintetében talán még fajsúlyosabb, mint a járó, illetve a fekvőbeteg ellátásban. A felnőtt házi orvosi rendszer szabályai azok automatikusan irányidó, irányadók a házi gyermekorvosok rendszerére, és az egy nagyon speciális terület. Nem teljes mértékben, de azért nagyon nagy átfedést mutat. Tehát a finanszírozási környezet az, az rendkívül hasonló. Ugyanaz a kormányrendelet szabályozza a házi gyermekorvosi praxisoknak a, a finanszírozását, és természetesen vannak eltérő specifikumok, de, de nagy vonalakban azt kell mondani, hogy, hogy hasonló a két Most rendszer egymáshoz. 2023. január 1 hogy látja, mikorra áll? Fel úgy a rendszer, hogy zöggenőmentes működőképességet fog mutatni. Megvan minden rendelet, mindenki egyetért vele, mindenki tudja alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy a, az egészségügyi ellátórendszer zöggenőmentes működése az egy, egy nagyon utopisztikus kép. Én nem gondolom, hogy az egészségügyi ellátórendszer bármikor zökkenőmentesen tudna működni, és nem csak Magyarországon, hanem, hanem bárhol Európában. Egész egyszerűen az egészségügyi ellátórendszer az egy, ez egy nagyon speciális terület, szinte a világon mindenhol forrás hiányjal küzd, mind anyagi, mind humán erőforrás hiánya. Így erre nem tudok exakt választ adni. Én bízom abban, hogy, hogy különböző szakmai döntések meghozatalával a beteg utakon lehet könnyíteni. Itt a legfontosabb célkitűzés az elkövetkező két-három év viszonylatában az lenne, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszer kórházcentrikus mi voltán változtassunk, és minél több szolgáltatást az alapellátás szintjén tudjunk biztosítani a betegeink számára. Ezzel egyébként Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve is foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát az RRF források, egészségügyi alapellátórendszerre, alapellátórendszer fejlesztését Célzó elemei azok tulajdonképpen ebbe az irányba is mutatnak, hogy az alapellátás szintjén legyen minél többféle szolgáltatás nyújtva a betegeknek, ne kelljen a, a drágább járó vagy fekvő betegellátás irányába küldeni a betegeinket, De a háziorvosoknak. Betegek alkalmasak vagyunk arra, hogy ezt megértsük és szeressük? Mert mi azért olyanok vagyunk, hogy felmegyek ám a professzorhoz. Mindjárt ott kezdtem és nem a házi orvoshoz megyek. Jelenleg a betegeknek azért kell felmenniük a professzorhoz, mert a házi orvosnak hatásköri korlátai vannak bizonyos tevékenységek elvégzése kapcsán. Most a házi orvosnak a tevékenységét kinyitjuk bizonyos szolgáltatásokra, akkor a beteg is sokkal inkább fog a házi orvosához menni, és neki is kényelmesebb lesz, hiszen a házi orvosával egy sokkal mindennaposabb kapcsolatban van, sokkal könnyebben hozzáférhető. Ez jelenti a valódi lakóhely közeli ellátást, minden szempontból ez az optimális, hogyha egy-egy szolgáltatást, amit jelenleg szakrendelői vagy kórházi szinten veszünk igénybe, azt a jövőben az alapellátás szintjén tudjuk igénybe venni. Egy picit még tovább is viszem ezt a kérdést, ha megengedi. Én úgy gondolom, hogy az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságán leginkább úgy lehetne javítani, hogyha a bizonyos szolgáltatási szintek közötti finanszírozást is összenyitnánk. Erre korábban már voltak egyébként modellkísérletek, amiknek egyébként egész jó részeredményei voltak. Gondolok itt arra, hogy például az alapellátás és a járóbetegellátás az versenyezzen egy betegért. Ez természetesen a megfelelő finanszírozási struktúrákat is meg kell változtatni, de az igazi hatékonyságot a rendszeren belül úgy tudnánk elérni, hogyha az adott szolgáltatónak érdekében lenne annak a betegnek a minél szélesebb és minél definitívebb módon történő ellátása. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Békási Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető házi orvos volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szétségnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják, és ha érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádi YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.